Kedves testvéreim, mai együttlétünket is Isten felé való fordulásunkkal töltjük majd, amikor meghallgatjuk az igét és imádságunkban megszólítjuk. De azelőtt még hadd köszöntsek szeretettel mindenkit, akik eljöttek mai napon is nemzet ünnepünkön, államalapító István királyunk ünnepén, és itt vagyunk együtt, és egy örömhírt is szeretnék közölni a résztvevőkkel, ugyanis ez a hír bizonyítja azt, hogy imádságaink soha nem hiába való. Az elmúlt héten imádkoztunk azért a fiatalemberért, akit baleset ért, aki ezelőtt egy héttel még itt volt közöttünk. Hazatérve Sopronban azonban egy baleset következtében kómába esett, itt imádkoztunk érte, és most kaptam én is az örvendetes hírt, hogy felébredt a kómából, a körülötte lévőket fel is ismerte, tehát elindult a jobbulásnak, a felépülésnek az útján. Tehát rám a Jóisten meghallgatja imádságunkat, meghallgatta, amikor megáldott ezt a fiatalembert, és éppen ezért hívjuk és bíznunk kell abban, hogy itt a Székely Mikó kollégiumért, igaz ügyünkért mondott imádságaink is meghallgatásra találnak Isten színe előtt. Ezért hallgassuk most meg az ő igéjét, amelyet felolvasok a harmadik Zsoltárból. Uram, mi sok ellenségem van, mi sokan támadnak rám. Sokan mondják rólam, nem segít rajta Isten. De Te, Uram, pajzsom vagy nekem, dicsőségem, aki fölemelett fejem. Hangosan kiáltok az Úrhoz, és ő meghallgat Szenthegyén. Lefekszem, alszom és fölébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek a sok ezernyi néptől, amely körülvett engem. Állj mellém, Uram, szabadíts meg Istenem, hiszen Te veled arcol minden ellenségemet, kitördeled a bűnösök fogait. Az Úrtól jön a szabadítás, legyen áldásod népeden. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Mindenkor.